Áldás békesség! Nagy szeretettel köszöntelek titeket így a képernyőkön keresztül. Bár karantén van, vírusos idő van, mégis lélekben így együtt lehetünk. És azt kívánom, hogy ne csak mi legyünk így együtt, hanem így közösen lehessünk Isten jelenlétében. Ugyanis a mai alkalommal, nagy csütörtökön, holnap, nagy pénteken és húsvétkor közösen idézzük fel, mi is történt. Nagy öröm számomra, hogy együtt idézhetjük fel Jézus életének utolsó napjait is, azt a csodát, amelyet a feltámadás csodájának nevezünk, amit észre fel sem foghatunk. A feltámadás csodáját, ami nélkül hiába való lenne a húsvétunk. Emiatt ünnepelünk húsvétkor, Jézus feltámadása miatt. Ebből a könyvből fogom nektek felolvasni nagy csütörtök, nagy péntek és húsvét igaz történetét. Aki tud olvasni, jól látja, hogy a könyv címe az, hogy Jézus mesés könyve, a Biblia. Én ezzel vitatkozom. Ez a cím nem jó. Ugyanis a Biblia nem mesés könyv, hanem a Biblia Isten igaz története. A Jézus Krisztussal történt események valóságon alapulnak. Hallgassátok ma tehát, mi történt nagy csütörtökön. Az utolsó vacsora. A Páska más néven a kivonulás ünnepe volt. Ilyenkor Isten népe megemlékezik arról, hogyan szabadította meg őket az Úr az egyiptomi rabságból. Minden évben levágtak egy bárányt és megették. Mintha csak azt mondták volna, a bárány halt meg helyettünk. De erre az ünnepre Isten egy még nagyobb szabadítást készített elő. Jézus a barátaival együtt egy emeleti szobában készült az ünnepi vacsorát elfogyasztani. De a barátai vitatkozni kezdtek. Miről is? A büdös lábakról. Miről? Jól hallottátok? A büdös lábakról. Az igazság az, hogy akkoriban az emberek nem hordtak cipőt, csak szandált. Ebben semmi furcsa nem lenne, de akkoriban az utcák mocskosak voltak. Nem csak porosak, hanem rettentően szutykosak. Mivel az utcákon sok tehén meg ló is járt, elképzelhetitek, hogy miféle mocsok tapadt az emberek lábára. Végül is a lényeg az, hogy valakinek le kellett mosni ezt a sok szennyet. De ez borzasztó munka volt. Volna valaki a világon, aki önként vállalná ezt? Csakis a legalább valóbb szolga. Nem én vagyok a szolga, mondta Péter. Én sem, mondta Máté. Közben Jézus csendben felállt az asztaltól, levette a köntösét, hozott egy mosdótálat tele vízzel, letérdelt, és elkezdte mosni a barátja lábát. Ezt nem teheted, mondta Péter, mert nem értette, hogy Jézus a szolga király. Péter, ha nem engeded, hogy lemossam rólad a szennyet, akkor nem lehetsz mellettem. Jézus jól tudta, hogy az embereknek leginkább arra van szükségük, hogy belülről legyenek tiszták. A lábakon levő összes mocsok semmiség volt a szívükben levő bűnhöz képest. Akkor mosd meg, Uram, mondta Péter, és a szemét könnyek lepték el. Mosd meg egészen. Jézus sorra mindegyikük lábát megmosta.
Azért teszem ezt, mert szeretlek benneteket, magyarázta Jézus. Tegyetek ti is így egymással. Jézus egyik barátjának támadt egy rossz ötlete. Senki más nem tudott erről, csak Jézus és Júdás. Júdásnak az volt a terve, hogy segít a főnököknek, a nagy tanács tagjainak, hogy elfogják Jézust. És ezért kap 30 ezüstpénzt. Menj, Júdás, mondta Jézus. Azzal Júdás felállt az asztaltól, kilépett a házból, és eltűnt az éjszakában. Azután Jézus felvette egy darab kenyeret az asztalról, és tört belőle. A barátainak adta. Fogott egy korsó bort, és hálát adott érte Istennek. Kitöltötte poharakba, és adott a barátainak. A testem olyan, mint ez a kenyér. Meg fog törni, mondta nekik Jézus. Ez a pohár bor pedig olyan, mint a vérem. Ki fog folyni. De ezáltal fogja Isten megmenteni az egész világot. Az én életem összetörik, de Isten összetört világa megjavul. A szívem összetörik, de a tietek meggyógyul. Pont úgy, ahogy a páska bárány meghalt, úgy fogok most én meghalni helyettetek. Az én vérem tisztára fog mosni titeket, és tiszták lesztek belül. A szívetekben. Ezért valahányszor esztek és isztok, emlékezzetek arra, hogy megszabadítottalak, mondta Jézus. Jézus tudta, hogy már majdnem itt az idő, amikor el kell hagynia ezt a világot, és vissza kell térnie Istenhez. Nem maradok veletek sokáig, mondta. Nagyon szomorúak lesztek. De el fog jönni Isten segítőtársa, és akkor eltölt majd titeket a végtelen öröm, amely soha nem fog elmúlni. Ezért hát ne féljetek! A barátaim vagytok, és szeretlek titeket. Utána elénekelték a kedvenc dalukat, és elsétáltak a kedvenc helyükre, egy olajfákkal teli kertbe. Egy sötét éjszaka a kertben. A szél felerősödött, felhők gyűltek az égen, és a kert sötétségbe borult. Ébren tudtok maradni velem? Kérdezte Jézus a barátaitól. Ők igennel feleltek, és tovább üldögéltek az olajfák alatt, de fáradtak voltak, és hamar elnyomta őket az álom. Jézus felállt, és elindult a sötétben. Beszélnie kellett a mennyei atyával. Tudta, hogy eljött az idő, amikor meg kell halnia. Ezt már rég megtervezték együtt, ő és az édesapja. Arra készült, hogy magára vállalja a büntetést minden rosszért, amit valaki valaha elkövetett, vagy el fog követni ezután. Apu! Apám! Kiáltott Jézus. És térdre esett. Nincs semmi más módja annak, hogy visszakapd a gyermekeidet? Hogy meggyógyuljon a szívük, hogy megszabaduljanak a méregtől? De Jézus tudta, hogy nincs más lehetőség. Az összes méregnek az ő szívébe kell jutnia. Istennek az ő szívébe kell tölteni az összes ember szomorúságát és összetörtségét. Az ő testébe fogja tölteni az összes ember testéből a betegségeket. Őt fogja hibáztatni minden rosszért, ami valaha történt. És ez össze fogja törni Jézust. De volt valami más ennél is borzalmasabb. Amikor az emberek elmenekültek Isten elől, elvesztették őt. Istentől távol lenni olyan, mint egy büntetés. Jézusnak magára kellett vennie ezt is. Jézus pontosan tudta, hogy ez mit jelent. El fogja veszíteni az édesapját.
és tudta, hogy ettől a szíve is meg fog szakadni. Jézus zokogott. Aztán elcsendesedett, mint egy bárány. Bízom benned, apu, mondta. Amit mondasz, azt teszem.